Első számú szponzoromnak meg szeretném köszönni a idei túra lehetőséget, Holokoló. Nem a horkoló, ez a holokoló. Kérdeztem utána a horkoló? Székesfehérvár, Platán, Hotel. Itt volt a horkoló. Itt kezdjük a balatoni déli elejétől végéig című filmünket. Ide érkeztünk le ugyanis tegnap, és Székesfehérváron vagyunk tehát, 6 óra 5 perc van. Ráélesítene, nem élesít rá. 6 óra 5 perc van, 6 óra 32-kor indul Székesfehérvártól Aligáig a vonatunk, személyi vonat. Azzal fogunk ledöcögni a Balatonra, és elkezdjük a déli vonalunkat Balaton-Aligától, Balaton-Szentgyörgyig, 2 nap alatt. Hajrá! Drága keresztfiamat, Tour de France idei győztesét. Drága keresztfiam, Kenéz. Úgyhogy vele fogom teljesíteni remélhetőleg a Balatonnak a déli oldalát, elejétől a végéig. Hú, galambok felkeltek. Mi is felkeltünk. Itt a rózsasoron. Kihajtunk ott a szálloda kihajtóján, kiskapuján, nagykapuján. Negyed van, 15 percünk van Kenéz, de az állomás ide körülbelül 5 percnyi biciklizése van, tehát szerintem fog sikerülni a dolog. Úgyhogy megint vonatozással kezdünk, nem baj? Tényleg úgy volt, ahogy mondtam. Mondjuk úgy is választottam a szállodát, hogy jó legyen. Úgyhogy nem 5 perc volt, csak 4, 3 és fél. Igaz, hogyha a stopptábláknál megálltunk volna, mert volt 3, akkor lehet, hogy 5-re kikerekedik. Na szóval Székesfehérvár vasútállomás. 2023. Május 27-e van, szombat, pünkös hosszú hétvége előtti szombat, és megérkeztünk a vasútállomásra, honnan elindul a kis vonatozás Balaton déli oldalához, dél-keleti oldalához, Balaton-Aligához. Irány a lift. Jó, vagy nyomjad. Szerintem kinyílik. Itt kell megint művészkedni. Jó. Nullás? Nulláson vagyunk, mínusz egy.
Nem egy gyors járat ez a lift. Kenész, te vagy az első. Csak majd lassan menjél, mert belakadsz a kormányomban, majd felemelem a kormányt. Ne már, Halli, gyere már! Mint a tenger. Még sincs lift. Akkor minek jöttünk le? Mert nem tudom. Akkor ezt jól csináltuk. Az egyeshez nincs lift. Vagy nincs külön. Jó van, toljuk fel, kenész. Igen, mert az egyes az rögtön itt van a peronnál. Na, kíváncsi vagyok, hogy fog menni. Kenész! Azt a jó eget! Jöhetsz velem Ausztriába. Hát, ahogy feljöttünk a lépcsőn, itt rögtön meg is van a vonat. Siófok. A balatoni nyár. Még három bicikli. Négy. Négy az a három. Aztán, hogy oda most hogy teszik oda, majd az kiderül. Hogy meddig mennek az is. De lefelé mennek. Nem mennek át. Szerintem mennek át. Aha. Tolják le. Akkor ők a másik irányba mennek, vagy de jó. Akkor ezt megúsztuk, ezt a logisztikai problémát. Ja. 7 óra 9, alig a A betűtől majd megyünk az S betűig, elejétől a végéig. Tolongás most nincs, ellentétben a tegnapi vonattal. De ez nem is baj, mert túl korán van még szerintem a turistákhoz. Két legény van csak talpon, Toldi, meg a keresztője. Ó, gyerekek, gyön ránk a víz. Kicsit késünk. Röpsényén még meg volt. Nem, kenéz. Másodperceket. Visszahozta. Oda néz. Visszahozta. Olyan nagy volt a táv, hogy visszahozta. Valakinek beszorult a budiba, mert már bent van 10 perce. 52. Úgyhogy hát még van idő. 18 perc még. Kenéz az előbb ott nézett ki, hogy mikor jön már Balaton. Délfelé. Azt mondtam neki, hogy sokáig kéne arra felé néznie, mert észak felé lesz majd. A magas part. Lesz egy nagy magas part, Kenéz. Arra majd figyelj, mert olyan magas lesz, hogy... Na, mi jön? Te keres puszta. Megvettem ezt az ő teját, gyerekek. Ez jó, ezt tudom ajánlani. Raus termék, de akkor is. Hát nem szponzorálnak minket. Dehogy nem. Ja. Téged nem? Engem nem. Ja, engem a holokoló. A holokoló. A horkoló. Meg a... Mit mondani? Nord Blanc. A Nord Blancot azt tudom ajánlani azt is, de a holokoló az kibejelentette. Kitűnő termék. Kovarászok én. A fiam mondta, jó napot kívánok! Én mutatkozom. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai előadás címe Balaton dél, elejétől a végéig, a betűből, a ligától elmegyünk majdnem a végéig. Mi a Dábicinek a vége? Z. De mi a S-ig megyünk. Balaton szabad akaratja. Nem az. Balaton Szentgyörgyig megyünk. Kenéz, ezt tudtad volna? Nem. Szentgyörgyig. A film első részében azt fogják látni, hogy vonatból kiszállva megtekintjük a Balatont, és megreggelizünk, elmegyünk a Delicates nevű, ABC Delicates nevű
helyre, ahol nagyon finom pékárut fogunk magunkhoz venni, és akkor az első látványosság a Kádár villa fölött lévő balatonaligai kilátó, magaspart kilátójáról fogunk drónt reptetni. Ráírtam a nevem, a telefonszámom és a engedélyszámot a drónra. És még a kis mobilkártyát is beletettem, a SD kártyát, mert a fényképezőből az előbb kivaladt. Ugye kenész, ezt tudod tanúsítani. Jó. Na, nem beszéltünk arról, hogy volt itt egy szigorú, vagy egy ellenőr néni. És úgy jártam még, ahogy eddig soha, hogy a telefon applikációban mutattam volna egy jegyet, és nem volt ott. Úgyhogy az internet, vagy a e-mailes visszaigazolásból kellett neki megmutatni. Aztán, hogy milyen a Murphy, ahogy itt egy lépést elment innen, az applikáció rögtön megjelent a jegyünk. Egyelőre ennyi viszontlátás, kezdjük egy csókolom. Hogy ezt leállítani? Öcsém, kerél, az átmenet. Hogy kell leállítani? Nagyon, azt megnyomod a pirosat. Balaton, Aligán, szeretettel köszöntök mindenkit, aki eddig velünk tartott. Főleg Kenész, mert Kenész tartott eddig velem csak. Vagy a Balaton az arra van, ahogy látszik. Megkerüljük gyorsan a vasúti pályát, kimegyünk a magas kilátóhoz, és akkor a Balaton látképével fog elkezdődni igazán a Balaton túránk. Ugye kenész? Mert most még olyan, mintha nem is ott lennénk. Most az, hogy a Balatonon vagyunk, az csak abból derül ki, hogy itt van a táblája. Alig ha. De hát még ez semmi. Hát ez kíváncsiak vagyunk az látképre. És hány órakor vagyunk itt? 7 óra 10? 7 óra 15. Nagyon jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Na akkor irány. Jaj! Kenész! Ebbe tettek anyagot? Vagy kicsi a pohár? Alig át azzal kezdjük, hogy megtömjük a bendőt. Kenésznek cukorhiánya van, úgy látom. Egyszerűen nem kért ebből a izomból. Pedig itt lett volna más is. Tessék! Bundás, töltött, hemendex, bacon, hagyjál bacon. Szóval lett volna itt minden, de ahogy nem. Hol a kamera? Ott a kamera. Azt mondta nem. Na. De én ezt betúrom, és akkor így jobban fog menni a menet. Szóval egy két perci tekerés után, delikált ezből, megérkeztünk a magas partra. Balaton aligai kilátáshoz, kilátóhoz. És amit lehet látni, a gyönyörű panorámán kívül, ó, kenész, te voltál az első rózsaúti kilátó. Hát az időjárás egyelőre az majd, hogy nem ijesztő, de ó, de gyönyörű. Másik oldalon? Aha, igen. Füreden esik az eső. Szakad. De itt egyelőre minden rendben van. És akkor ugye Balaton dél, délkeleti csücske. Majd el fogunk menni természetesen a partra is. Most egyelőre direkt ez volt itt az igény részemről, hogy itt kezdjük el. Két okból is. Az egyik az, hogy itt szép a kilátás. A másik pedig az, hogy itt most repülni fogunk. Már nem mi, hanem a drone.
azon kívül, hogy a továbbiakban is, hogy elindultunk Siófok felé itt a magas part itt gyönyörű kilátástal, emellett megjelent a, hogy hívják? Hídja. Szerelem hídja, vagy Sóvajok hídjának hívják, de itt azt írja, az itt fogant szerelem múlhatatlan, állít ez az igaztalan állítás. Hát Kenéznek nem fog itt örök hűséget esküdni, az biztos. De a mi örök hűségünk az teljesen jogos, ugyanis az megbonthatatlan. Hát keresztfiú, úgyhogy ez... Na gyereke, nézd, még gyorsan megnézzük itt a kilátást. Készítesz rólam egy képet, hogy fel tudjam tölteni a kihívásnapja.hu-ra, jó? És akkor ott látszik a kikötő, amit kihagytunk, meg a Kádár villa ott lent, azt is kihagytuk. Itt megy fent a bicikliút, ugyanis a tetőn. Majd hamarosan le fogunk menni, de még a kilátás miatt egyelőre nem tervezem. Még lesz egy kilátó, nem csak az, nézd be, ott is van a következő látványosság, majd oda is elgurulunk mindjárt. Csak ez a kilátás van itt. Ó, legyen jövő gyerek. Következő látványosság a Szent Korona egy emelvényen. Te nézz! Egysem! Jobbról nem előzünk, Kenész, balról előzünk! Balatonvilágosi kör, amit Kenész most teljesített. Balatonvilágosnak a... hogy hívják ezt? Hú, ez a világító torony. Gyorsan megnézzük a térképet. Tehát leszálltunk az állomáson, itt, elmentünk ide, megkajáltunk, utána kijöttünk ide, megreptettük a drónt, megnéztük a kikötőt, magunkat, utána visszajöve, ezen a bicikli úton jövünk itt a magas fensíkon, vagy magaslaton, vagy a magas parton, és akkor eljöttünk szerintem idáig, vagy, de ott vagyunk, ugye? Ott vagyunk. Ott vagyunk, és akkor most már le fogunk menni a... Ja, ha le is megy a bicikliút, jól van. Tehát le is fog menni a bicikliút most már a partra. Úgyhogy itt a magas parttól elköszönünk. Szép volt, jó volt. És akkor gyakorlatilag elkezdünk most már teljesítménytúrázni is egy kicsit, mert egy óra eltelt, és nem haladtunk semmit. Viszont látványba gazdagon távozunk elég. Innen, úgy. Az időjárás az továbbra is gyanús. De napos időt mond, de nem azt látjuk, gyerekek, nem azt látjuk, itt káoszt látunk, nem erről volt szó, Kenéz. Hát arról, hogy itt verőfényes napsütés van, minden esetre talán a érdekességképpen jó, hogy így van, de azért minden esetre ebből bármi lehet, meg még annak az ellenkezője is. Meg legalább már gurulni is lehet. Ó, Kenéz, ez panoráma. Ez panoráma strásze. Ugye mennyivel biztonságosabb volt balról előzni? Annyi félszigetet nem nagyon lehet látni, Füreden eső van. Most is így, nem is tudom értelmezni ezt a partot ott, hogy meddig megy el, de akkor ezek szerint az... Aha. Akkor itt van egy nagy öböl, szép ház is van, szép autóval, és akkor ott, ahol látszik, hogy bemegy jobbra, ott lehet a Tihanyba a csatlakozás.
nagy öböl. Balatonvilágos. Ahonnan jövök, jobb idő van, mint amerre megyünk. De még egyszer mondom, 9 órától itt előfényes napsütést ígér. Igaz, hogy még csak 8 óra van. Na mindegy, addig majd beülünk valahová. Striptease bar. Lakás, tessék. Áfonyás büfé, reggelire lepattansz ide, vagy kéred, hogy felhozzák. Ezt már viszik is. Na nézzük, mit tilos itt. Mit tilos itt, gyerekek? Rollerezni, gördeszkázni, autózni, meg lakókocsizni, vagy nem tudom, utánfutózni. Fürdés, Kenéz? Ebben a kánikulában? Halacska feldobta a pacskert. Hát egyet az erőfényes napsütésről, meg a meteorológiai jelentés pontosságáról. Ezt a búván! Én mindjárt elő fogom menni a Google időjárás, hogy mit mond most megint, mert ez minden csak nem verőfényes napsütés. Kenéz. Vízibiciklivel nem megyünk be egy kicsit arra valahova? Hát de. A minimum. Ez mi egyébként valami halas tenyészet? Vagy? Ja, tudod mi ez? Ez az a sport, az a hullámlovaglás. Miért nem csinálják most? Hát most van a legjobb időre. Internet. Másodperce pontos előrejelzés. 9 órakor. Nem tudom, mennyire látszik. Nap, kicsi felhő. 10-kor nap, kicsi felhő. 11-től UV-sugárzás. Dél 1-2. 20 fokokat mutat. 9 órától 17 fok, 1% eső. Itt van, 1% eső. 10 órakor 1% eső. És akkor fent, ide van írva, citromsága figyelmeztetés zivatarra. 1% esélyt mond az esőre, 1%-ot, de ő azt mondja, hogy citromsága figyelmeztetés zivatarra. Akkor már most valaki már írja már meg nekem a Facebook fiókomra, hogy azt, hogy nem használom, de akkor is. Mindjárt a sast megkérdezem itt ezt a hollót, vagy mi van itt. Ez a magyar sirály. Na, ott van, 1% eső. Néznek, hogy arról döntsön, ne azt nézz, hogy mit lát, hanem hogy az internet mit mond. Az a lényeg mostanában. Tessék. Nyárias, de kissé szeles hétvége jön. Jó van, Kenéz, nem lesz itt eső. Tessen nyilatkozni, hogy érzi magát eddig? Fiatalom kérdés. Tessen, jó. Jó? Bírod? Bírom. Hány kilométert jöttünk szerinted? Mit tudom én? Mindig többet kell mondani. 15-öt? 30. 30, jó. És irány, nyugat, keletről nyugatra haladunk, az esőbe. El fog az menni, Kenéz. Hát ott, onnan jött tisztul, és akkor szépen arra lemegy Szlovénia felé. Rögölött hal mindenhol, nem jó hír. Látod? Ja, itt. Hát meg koszos is valahogy. Kicsit olyan. Ha nem bizalomgerjesztő ez a mostani állapot. Lehet, hogy azért, mert itt vihar előtti csend van. Ott a világító torony, gyerekek. Nem ott voltunk? Szerintem ott voltunk. Ha innen fúj a szél, olyan észak-keleti szél fúj, és
akkor azt hozza ide, hát az se nagyon olyan erőfényes napsütést ígér. Hogy ez se, de hát ez nem baj. Tisztani túl és sokát, ebbe bízunk. Tessék! Az árnyék mit jelent, Kenéz? Süt a nap. Az, hogy süt a nap, igen. Ó, itt is van egy szép ház. Úgy csinálod. Hogy Kenéz mondta ki a frankót. Amit megmond az internet, az úgy van. Tessék! Azt mondták, sütni fog a nap? Süt is. Kenéz, azon a hullámon végig tudsz menni? Megpróbáltam. Megint egy ilyen. Sztobó bánatoseket, nézd meg. Ezek nyertek a lottó. Vagy keményen dolgoznak. Miért? Hát is lehet. Hopp. És azért látszik, hogy a Balaton vízállása az elég magas. Eddig erről alul volt, eddig azzal riogattak, hogy... És csak a hattyú. Halászik. Szóval eddig azzal riogattak, hogy kevés a Balatonban a víz, meg ugye a Velencei tóban. Most meg az a hír volt valamelyik nap, hogy le kell engedni a Sión rengeteg vizet, mert magas a vízállás. Nem tudjuk, hogy miért rossz az a magas, de a vízügyi szakemberek tudják. Azon gondolkoztam, hogy a Sióból leengedett vizet bele lehetne önteni, hogy engedni a Velencei tóba, Kenéz. Bele lehet? Hát majd megtanul, majd megnézzük. Hát, ki kell elemezni. Bele lehet-e, vagy nem lehet. Viszont innen ki kell mennünk, Kenéz, mert nem haladunk itt ezen a macskakövön. Hát mert szétveri a fenekünket szerintem ez a kő. És megint elteszem a kamerát, mert amikor előveszem, mindig beborul. Hát nincs különösen mondani valóm egyébként. Az a helyzet, hogy nosztalgiáztam itt az előbb. Elékeztünk Siófoknak arra a részére, Aranypartnak hívják talán. Ezüstpart. Ahol 86-ban gyerekként, mondtam Kenéznek, hogy most 15 évesen, 14 éves voltam, akkor 86-ban a jugoszláv meg a bulgár utazások között, 86-ban pont nem mentünk külföldre, és akkor itt voltunk a Balatonnál. Mutattam azokat a házakat, még a egyik nagy park még meg is van, ugyanolyan szocreálos építéssel, azokkal a betontömbös építéssel, panellel. Ott voltunk, és akkor fociztunk, meg játszottunk, meg moziztunk, meg abban, amit a gyerekek szoktak csinálni, anyám még meg vigyáztak ránk, meg matroccal, meg úszkáltunk a Balaton. Ennyi volt. Nem, és akkor jöttünk egy kicsit most. Muszáj voltam venni innivalót, mert lejjén már elfogyott. Meg egy kis croissant. Kiram csak kis magyarul. És akkor Kenéz megközben megnézte az időjárás. Hát, Kenéz. Számolj már be itt, hogy milyen jelentős változások álltak be itt fél perc alatt. Azt mondja az időjárás, hogy 9 órakor és 10 órakor 99 és 67%-ban esőt várhatunk. Sztabó bánatoseget. 18 és 19 fok között. Azután felhős időjárás nappal. Köszönjük. És ez az egészségünkre milyen hatással lesz? Semmilyen. Vérnyomásunk nem megy fel? Nem? Fájának az üzületünk majd. Most mondtad az időt, én akkor beszámolok, hogy 9 óra 19 van. Mit mondtál, 10 órakor? 9 és 10 között. Sztabó bánatoseget. Pont ott vagyunk. És akkor mondta Kenéz, hogy mit csináljunk, akkor maradjunk, álljunk meg, de ahogy állunk. Most megittuk, megyünk tovább. Amikor ránk jön az eső, akkor megállunk. Ugye, Kenéz? Ez így van. Kicsit a narancslé ez. Új, de jó. Kávéra, meg pláne. Most nem ittam kávét. Sörözni is fogunk. Ez most soproni. Borsodi ember sopronit iszik, azért abban van valami kis. De hajlom, de hát ez van, most ez nem mindegy. De jól érezzük magunkat, Kenéz, nem? Mi vagy te? Nézd, pont beleírik ez is. Minden klappol. Mutattad? Mutattam. Tessék. Hát beleírik, minden klappol. És akkor még egyszer szeretném a szponzort még egyszer. Szponzort mutatni kell. Szerintem nem vettem amúgy. Egyébként is jóképű gyerek vagyok, de ezzel meg azt nem. És a nők, basszus, nézd meg bennünket. Siófok, kikötő.
onnan indulnak a szép luxushajók. Itt van a móló. Egyszer volt itt egy konferencia abban a fehér épületben, és kisétáltak oda a másik oldalra, én meg átsétáltam ide erre az oldalra. Sokkal többet sétáltam, de nem baj, ez volt. Most nem fogunk kimenni oda a mólóra. Itt megállunk, és akkor egy kicsit egy gyors körbenézés kell nézni, jó? Megnézzük, hogy itt is pusztulnak-e a halak. Óriás kerék. Vannak itt szerintem, mert... Ó, ott van még. Halacska. Oszta jó, nézd már mekkora hal. Azt nézem én is. Jú, hal tetem. Nem gyenge. Nem tudom, mi van itt. Miért ugranak ezek a halak? Szelekció van. Az eső még nem esik. Hát majdnem azt mondom, hogy ígéri, de ne ígérje már. Az eső az arra. Hát arra van, hát arra megyünk. Arra megyünk. De ne essen. Ide kell nézni. Ne essen az eső. Ne essen. De jól öltöztünk egyébként. Reggel jól öltöztünk. Azt hittük, hogy kicsit keményen öltözünk. Túl öltözünk, de nem öltözünk. Úgyhogy ennyi, Siófoktól lassan elköszönünk, még megkeressük majd a fordított házat, szeretnénk még megnézni, és akkor utána irány Zamárdi. És akkor, már most a másik oldalt is lehet látni, sokáig nem lehetett, és akkor még talán a fordított ház után még kimegyünk a kompálomásra. Ez neki. Székely, Hidi, Szekrényesi Kálmán. Balaton első átúszója. Tessék, gerinzott a róla. Főkerepülő is megjelent itt. Első, Balaton első átúszója. Hát megfogta itt, azt átúszott. Kálmán bácsi. Itt szeretünk Kálmán bácsi. Ügyes volt. Gratulálunk. Úgyhogy Kálmán bácsit is megmutattuk, és akkor Kenéz magához vette még az utolsó energia falatját, zseléjét. Mikor, merre, hol? Oda néz! Nézd, hol Gerzon! Azt! Na gyerünk, Kenéz! Tényleg ma hajóval megyünk. Még kimegyünk oda a csatorna oldalára, és akkor szépen megnézzük a felhozatalt. Vízibiciklizünk egyet, és akkor megyünk tovább. Jó lesz? Teljes ütegben. Jaja, natürlich. Azt kell majd Kenéz vigyázni, mert ott csak balra lehet kanyarodni, látod? De jó. Arra kell nagyon vigyázni. És akkor elvileg itt folyik ki, gyerekek, a Sió. A Balatonból. És akkor törekszik délnek, meg utána keletnek. És akkor most azt mondják, hogy ebből kell most a Balatonból, itt kell sok vizet kiengedni. Nem tudom, melyik kell kiengedni, de mindegy, ez van. Azért már csak a kerékpáros életet szeretném megmutatni. Balaton partja. Még előszezonban. Na, valaki meg már hív. Akkor itt lehet látni az úton, hogy az eső az megérkezett. Szerencsére mi nem kapunk belőle. Ne is kapjunk, de volt eső, ez a lényeg. Itt a kutyabicikli, meg a bácsi bicikli is itt van, igaz, hogy gyalogos is. A másik oldal szép, le kell tennem, mert... A kutyák elfoglalják a helyet. Micsoda érdekes házak. Körház. Na, valami vihar lehetett, mert olyan koszos itt az eleje a víznek. Hordalékot ide hozta. De ez van. Meg úgy látni, hogy akik
nyugatról jönnek kelet felé, azok jó be vannak öltözve, meg vizesek is. Ott nagyobb eső lehetett, mint itt. Hát olyan, mint a Petya részne, nem kenéz? Csak nem, mint a Petya részne, de nem vészes. A fényképeket megnézzük, lehet, hogy mégis ez volt az a szám. Bistro. Jó, de igaz, hogy csak ez az egy van itt, de hát ott is építésben le van bontva, itt is szerintem le voltak ezek bontva, ez meg még valószínű itt maradt. Még azért lehet építeni ezt. Annyi rossz hírünk van, ugye kenész, hogy a fordított ház, ezt elhagytuk, az mögöttünk van már, de most már elbénáztuk, úgyhogy nem megyünk vissza. Majd becsatolok egy képet, hogy úgy néz ki, és aki akarja, nézze meg. Hát mi is meg akartuk, de most már úgy beálltunk erre a százas tempóra, hogy kihagytuk. Aha, itt működik a kapu. Itt most egy kicsit furfang belejött itt a siófok után. És akkora tócsák vannak, hogy itt biztos, hogy nagy eső volt. Hirtelen. Zivatar. Minket nem érintett szerencsére, de megtörtént. Úgyhogy most jön Zamárdi vagy Szántód, igazából a Szántódi rév. Addig elmegyünk. Ott van egy kilátó. Ott megállunk, és akkor megnézzük, hogy mekkora kitérő a Köröshegyi gát felé a letérés. Tihany, Szántód. Majd ki fogunk menni a komphoz is, de még először ezt a részt meg kell nézni tiszafüreddel. Csopakkal. Azt mondta a kenész, hogy egy vízi biciklis költét bevállal. Én addig megvárom egy fél óra. És valahol villog. Nagyon villogott szigliget. Már mondtam neki, már most 15-20 percen nyomjuk mind az ökör. Már lehet, hogy körbe is értünk. Mondom neki, kicsit pihenjünk már a kenész. Hát tudom, hogy itt átbiciklized a világot is, de... Na, tessék, sóhajók így a kettő. Kenész, állj ma oda, légy szó, hagyj fényképezzelek le a szívvel. Hát marha élet van. Háttérben a Tihanyi félsziget, még hátrább Balatonfüred. Itt rájöttünk a Kavicsosra, nem volt jó ötlet, vagy nem jó hír, hogy ez megszűnt nekünk ez a jó kikövezett út. Hát ugye nem ez a kijelölt bicikli út, itt csak azért jövünk itt, hogy azért itt milyen jó a part. Hogyha jó idő lenne, akkor itt jól meg tudnánk fürödni. Az idő végül is nem rossz, csak nincs az az ígért kánikula. De hát az meg majd, hogy nem jó is kerékpáros szempontból. És akkor irány a komp. Most indult pont egy hajó. Azt fogjuk majd látni. Kikötni. És ott pihenünk. Még lehet, hogy ebédelünk együtt. Irány a Szántódi kilátó. Ugyanis Szántódon van egy gyönyörű kilátó, amit kenész kérésére feltétlen meg szeretnénk nézni. Aha. Nem volt ez nagy emelkedő, egy kicsit nyögök, de hát ha ő meg szeretne nézni, akkor feltétlen ezt a kíváncsiságát teljesíteni kell. Itt elfordulunk kenészjukra. Hát ott később jön a kilátó. Oka. És már ott is lesz. Ho-ho, gyerekek, de szép lesz. Itt a végén egy kicsit bedurvít. Nekivág itt a 20%-nak. Odáig, 200 méter. És akkor ott lesz a kilátó. Gondolom én.
itt ezt én nem fogom kimászni, az biztos, meg kenés se. Úgyhogy nem szégyelve és bemutatva leszálltam a bicikliről, szépen feltoljuk. Kenny, számolod? 102, 103, 104, 105, 1228. Ó, kenéz. Semmi látvány nincs, most ezért jöttünk. Na, kenéz, a kérésednek megfelelően jó lett? De megérte? Jó lett. Hú, de szép. És akkor ott vannak a komp, látod? Így jön át, itt a szántódra. Tihanyja, oly de fúj a szél, jó, kár, hogy nem vettünk fel valamit. Szép vagy, de a ló se csúnya, nem azt tudtuk mondani? És akkor itt a hátsó régió se csúnya egyébként. Itt is vannak dombságok, gyönyörű természet, vaddisznókban gazdag vadászterületek. És akkor onnan érkeztünk, ugye, a déli oldalnak a keleti sarkából. És akkor itt szépen jövünk a Balaton déli oldalán. Sok előnye van a déli oldalnak. Laposabb, tovább lehet bemenni, és sokkal jobb a északi oldalra nézni, kilátás szempontjából. Viszont az északi oldal meg érdekesebb bicikliző szempontból. Oké. Hát sok idő nincs. Amíg gondoltunk, azt itt megnéztük. Kenész kérését teljesített. És akkor most... Figyelj csak! Komp! Hát nem tudom, lemenjünk, vagy menjünk tovább? Na, ebben már most rád bízom, te döntesz. Igazából semmit. Csak megnézni a kompokat. Éhes? Jó. Akkor elindulunk, visszamegyünk a partra, elindulunk tovább, és keresünk egy éttermet. Hát mert nem jól csinálod. Mindjárt mondom. Nem jól csinálod, Kenéz, mert reggelizni kell normálisan. Tehát nem az, hogy megeszed egy kakaós csigát tettél, az kész. Na, hát ez, hogy nem, nincs semmi benned. Vékezzéken ész! Első bicikli útra. Ez még nem a Balaton körül is volt, hanem
hanem ami a sima hetesről jön a Balaton felé, fogyót helyett Szántód, Szántód irányába, Komp irányába. Még az is lehet, hogy visszamegyünk a Komphoz, Tihanyi Révhez, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják. Hát itt van egy ilyen ár rész, ugye lápos vidék. Kimegyünk a partra, mert kezdünk éhesek lenni. Még annyira nem, én még bírnám egy órácskát, de hát néző. Nem evett semmit, egy kakaócsigával tudta le reggel. Hát nem igaz. Hát jó. Nem igaz, az igaz. Másfél kakaócsiga, ez van. Jó van, majd hozzászokik, hogy mihez is kell hozzászokni. Hát igazából semmihez nem kell hozzászokni, mert majd én szokok hozzá, hogy olyan, hogy reggelzik, és akkor már 10 órakor legyünk ebédelni. Viszont, mit kell észrevenni, hogy süt a nap? Nézd meg, Kenét, hova tűntek a felhők? Ugye? Eltűntek. A meteorológiának mindig igaza van. Az internet megmondta. Oké, akkor itt lenne a Szántódi Rév. De mi nem megyünk oda le, Kenéz. Jó, nem menjünk. Nem megyünk oda le, viszont itt balra kimegy a... Még az is le... Igen, most itt jobb, de utána bal, és menjünk le a partra, jó? Mert itt eleve nem tudunk úgyse biciklizni, bár van bicikliút. Úgy látom, de menjünk ki a partra, mit szólsz? Jó. Gyere! Csak oda jöttünk, nem a Balatonra biciklizni. Na, akkor... Ott valahol. Csak levisz. Nem visz te? És csak? Arra megy Kuritján felé valahol. Nekünk a part kell. Nem tudom, miért nem hoz ide a partra. Hát partra élet van. Akkor majd magunkat ide irányítjuk. Kempingot! Kempingot! Nem a lovam. Hoho, pont kijöttünk a Révhez. Kell nézni, Révbe értünk. Csak megnézzük akkor a Révet. Nehogy rémeket lássunk, nem, réveket lássunk. Várjatok, mi is megyünk. Hát menjünk, Kenéz, a poén kedvé. Nem. Akkor megérkezett a Szántódi Rév. Balaton északi oldaláról, Tihanyból. Hát és sok autó van, itt nem is biztos, hogy fel fog rá férni az összes. Nem baj. Gyorsan még oda kimegyek. Ugye itt van bizonyíték, hogy Szántódon vagyunk. És akkor oda megy a Komp, vagy a Rév. Szép. Milyen sima itt a víz, Kenéz. Igen. Sokan készülődnek, úgy látom. Sok kerékpáros készülődik át a másik oldalra. Mi ezt nem fogjuk megtenni, mert nekünk a célunk ugye a déli oldal, az elejétől a végéig. És Szántód az még inkább az elejéhez van közelebb, mint a végéhez. De minden esetre itt vagyunk. 2, 4, 6, 8, 10, hát olyan 12 autó fér fel, itt pedig több van. Hát majd várnak egy kört. Na Kenéz, akkor visszamegyünk oda, elindulunk, és az első pizzázónál megállsz, jó? Én is harci díszbe öltözve, már most kezd meleg lenni megint, de olyan jó volt, hogy a
kilátótól suhannultunk, ugye menet szél volt, úgyhogy fel kell öltözni. Igen. Szántó területén újra gyönyörű bicikliút. Kenész főszerepben. Kerékpáros van egyébként. Vagy szlovákok, vagy lengyelek. Zsizsegtek. Zsizsegtek kemények. Jó, nem hallgattuk meg a videót. Egy is van a ebetűs videót, nem baj. Majd a hát eszembe lesz valahol máshol. Metkezz velem! Igen, még ott borulgat, borulgat. Elég, 40 körül járunk mai nap. 40 kilométer. A tekergéssel. Versenyzők az úton, túrázók a kerékpárúton. Szóval előbb beszéltem, hogy aránylag sokan bicikliznek. Holt szezon van még, előszezon, május. Igaz vége, de akkor is, tavaszi hónap még. És aránylag sokan kerékpároznak. Kenész már nagyon végig járja, de keresünk egy éttermet, de egyelőre nem találunk. Lassan. Balatonföldváron vagyunk. Végre ismét civilizációban. Volt itt most egy 2-3 kilométer a senki földjén. De itt már megint nagyon szép helyen vagyunk. Na kenész! Most nem tudom, ez egy étterem itt? Olyasmi, ugye? Gyere, van pizza, oda néz. Ó, gyere. Során a gasztronómia élményt is be szoktam mutatni. Ne maradjunk már ki. Kenész nem éhes, nem kért semmit. Én pedig egy gombalevest, illetve egy paprikás csirkét nokedlivel, mert az hagyományos a magyar étel. Kértem meg majd még ott a távolban. Ott fogunk egy koktélt, vagy jégkrémet, vagy habos csokit. Vagy mit tudom én, mit megenni.
Kenéz, kaja helyett kapott egy játékot, amivel most itt játszik. Na számolj már be, drága keresztfiam, hogy mi az? Ez akkor fog rászkodni, meg villogni, amikor igen. Készen van a kaja. Akkor fog villogni, mikor készen van a kaja. Magyarul ő is kért, igen, ő is kért. Igen. Ő is kért pizzát. Pizzát nem, pizzázót nem találtunk. Tehát pizzázót kerestünk nagy erőkkel, mindenhol pizzázót, de nem találtunk pizzázót. Találtunk. Hát nem pizzázó. Úgyhogy találtunk Földváron itt egy kikötőben egy éttermet. Gyönyörű étterem, gyönyörű környezetben, kikötővel. Két gyönyörű bicikli. Két gyönyörű férfi. Hát, egyik majdnem férfi, a másik már nem férfi lassan. Elkezdjük a táplálkozás, mert hát kell az erő, még megyünk a völgyhíphoz. Köröshegyi völgyhíphoz. Megbújtál a nádasban, Kenéz? Nem ők nádasban. Azt a jó öget, itt van a Titanic. Oda nézd, de ne menjél közel oda a patkához. Hát meg mi van ott? Egy híd van? Na menjél felfele. Menjél. Csak majd itt állj meg itt az elején. Hagy jöjjenek el! Van itt, de valami van. Igen, hát nem baj. Kivisz. Megnézzük, mi van itt Földváron. Lehet, hogy csak egy ilyen lépcső. Ja, vagy az kivisz a stégre? De inkább lépcső lesz ez. Nem. Öcsé. Ó, itt milyen jó terasz van. Ott meg Fanándor. Kerüli a világot már megint. Látod, Kenéz? Azért kell a szél, Jacky. Hát fúj a szél. Meleg szél fúj, édesanyám. Ne, nekem az pont jó most. De a madrágok már tényleg ott van elég sok. Ó, Balaton. Balatoni nyár. Esőtől elköszönünk, ugye Kenéz? Esőtől elköszönünk, jön a nyár. De lehet vetkőzni. Bejöttünk Köröshegybe, Köröshegy falucskába, és feltűnt ott egy látványosság. Ott mennek fent az autók az égben, úgy hívják, hogy Köröshegyi Völgyhíd. Európa egyik leglátványosabb hídja. De mivel ez Magyarország egyetlen ilyen hídja, ezért nekünk a legfontosabb és legszebb. Büszkék is vagyunk rá. Sokszor is mentünk át rajta, de még alatta nem. És akkor arra gondoltam, hogy ha Balaton dél a cél, akkor a Balaton déltől 4 kilométerre levő látványosságot azért nem szabad kihagyni. Semmiképpen sem. És nem is hagyjuk. Oda fogunk menni a lábához. Ugye, Kenéz? Ha. Jó. Ahogy közelítünk hozzá, nő, egyre csak nő, természetesen. Technikai adatokat nem fogok mondani, mert nem érdekel. Igazából nem érdekel, milyen hosszú. Ennyi tonna betont tettek bele, ennyi vasat. És nem érdekel a szakító szilárdság, kilonewton per négyzetmilliméter. Érték. Inkább az érdekel, hogy milyen hatással lesz rám ott alatta állva.
Akkor M7-es. Budapest Szombathely, vagy Budapest inkább Nagykanizsa. Tehát Budapest Nagykanizsa vonal, Nagykanizsa Budapest. Nézd, ott jön az járda. És akkor mindig onnan néztünk lefelé, most pedig oda akarunk menni a híd alá. Akkor most fog az megtörténni. Most fog az megtörténni, amit szerettünk volna. Hogy? Át fogunk menni a híd alatt. Úgy látom, van itt egy körforgó. Ó, de gyönyörű. Az a nézet. Ez de jó. Thank you.